A Dékáni Árpád Technikum diákjainak műsora színesítette az idei Cum Grazia díjátadót. Az Öreg Diákok Halasi Egyesületének szervezésében minden év novemberében átadják ezt a rangos elismerést. 10 éve 2013-ban alakultunk meg. Célunk az volt, hogy lehetőséget biztosítsunk volt halas öreg diákoknak, hogy köszönetet mondjanak egy olyan pedagógusnak, akiről úgy gondolják, hogy kaptak tőle valamit, akár életre szól intermeket, akár a személyiségük formálásában közreműködésért. Most 10 év elteltével azt kell, hogy mondjam, hogy a céljainkat elértük. A díj egyre ismertebb, megkockáztatom, hogy pedagógus körben számon tartott, és rangja van. Mondjuk ezt a rangot alapvetően azok a pedagógusok adják, akik már eddig megkapták ezt a díjat. Az is hozzátartozik, hogy azért a kezdetben a lelkesedés mellett voltak bennünk kételyek is. A lelkesedésünk az talán még megmaradt, de hála Istennek a kételyünk azok már oszlottak. Éppen azért, mert tényleg érezzük, hogy ennek a díjnak az ismertsége, elismertsége, népszerűsége az minket igazolt. A szervezők felkérésére az idei díjazott Fenyvesi Györgyné volt tanítványainak nevében Nagyapáti Ivett állt mikrofonhoz. Előkerült egy régi humoros történet is. Egyszer matematika órán megígérte Marika néni, hogy a 100. alkalom fordított óra lesz. Ez az ígéret kb. Az 50-60. Óránál került napvilágra, hát mi úgy készültünk erre az órára, mintha valami őrült nagy dolog múlna rajta. Eljött a 100. óra. Molnár Janika osztálytársunk kint állt a tábla előtt, mint egy rendes szaktanár, és belépett Marika néni. Az osztály felpattant, állva köszöntöttük, majd Marika néni lendületből helyre zavarta Janikát, mit kereső a táblánál. Esküszöm, emlékszem arra a csalódott érzés, hogy úristen, mi most megint matekozni fogunk. De mikor felháborodottan emlékeztettük a tanárnőt, hogy fordított napot ígért, ami szigorú osztályfőnökünk abban a pillanatban bepattant Janika helyére a padba, és egész órán rettentő rossz diákként viselkedett. Ebből a jelenetből is nagyon sokat tanultam felnőttként. A díjazott Kovács Sándortól kapta meg a Cum Grazia díjat, valamint az ezzel járó oklevelet. Marika néni meghatódva emlékezett vissza a pedagógusi pályán töltött évtizedekre. 2 olyan tanárom volt, a fizika tanár és a kémia tanár, valamint középiskolában is volt 2 ilyen meghatározott egyéniség, biológia tanárnőm és a matematika tanárom. Úgyhogy mikor arra került a sor, hogy pályát válasszak, az, hogy pedagógus leszek, az már nem volt kérdés, egyedül annyi, hogy na akkor milyen szakot válasszak, tehát ennyi volt így. Tudomásul kell venni az embernek, hogy nem mindenki szereti a matematikát és a kémiát, de a többiek, tehát mindenkinek van valamilyen tehetsége valamire, tehát nem a kémiára, nem a matematikára, akkor másra, tehát ennyi. Marika néni elmondta, titkon mindig is vágyott arra, hogy ezt a díjat egyszer megkaphassa. Ezt a díjat én tényleg, amióta megalakult, végignéztem, és volt bennem egy olyan érzés mindig, hogy olyan jó lenne ezt megnyerni, de biztosan nem sikerül, és mégis sikerült, tehát ez annyira melengeti a szívemet nagyon. Tehát én szerintem ez mindennél többet ér. Tehát lehet, hogy egy tanítás alatti díjnál többet, mert itt már semmi érdeke a gyereknek, semmi érdeke a volt tanítványnak, hogy éppen engem javasoljon.